keskeny a kis épülete. Az Abanovák emléknap pénteki rendezvényét követően szombaton a festő Székesfehérváron található történelmi témájú falfestményeit tekinthették meg az érdeklődők ingyenes szakmai vezetéssel. Abanovák Vilmos a két világháború közti időszak ünnepelt freskó festője volt, akinek több alkotása található a királyi koronázóvárosban. Fehérvári polgárok tényleg nagyon komolyan érdeklődnek Fehérvár értékei iránt, és az Abanovák pannókkal és egyéb emlékekkel, tehát a városházi szekkóval és a Szent István mauzoleumában látható szekkóval is sokan szinte most ismerkedtek csak. Tehát nagyon jók az ilyen alkalmak, hogy egy kicsit erősödjön a lokálpatriotizmus, hogy legalább mi fehérváriak megismerjük a kincseinket, az értékeinket. Három időpontban a Csók István képtártól indultak a csoportok, Abanovák Vilmos olyan alkotásait is láthatta most a nagy közönség, amelyek más alkalommal nem vagy csak ritkán látogathatóak. Ez tulajdonképpen a városházi szekkók vázlatai, egy nem tudni titokzatos személyiség, nyilván nem akarta felfedni az inkognitóját, de rendelkezésre bocsátotta a városháza, és a városháza folyosóján most látható ennek a városházi szekkónak a vázlatai, előképei. A történelmi séta utolsó állomása a városháza volt, amelynek első emeleti folyosóján az 1938-as ünnepi év eseményeit ábrázolja az a falfestmény, amelyet a művész betegsége majd halála miatt már nem fejezhetett be.